A 2021-es esztendő a Nyíregyházi Állatpark életében bizonyára emlékezetes lesz, hiszen több olyan kisállat is született, amelyre a park 25 éves fennállása alatt még nem volt példa. Évtizedek óta várták a gondozók például az Afrikában honos, ezüstös, szarvascsőrű madarak szerelmét, amely idén végre beteljesedett. Az ezüstös szarvcsőrű madarak Afrikában őshonosak, és nagyon különleges, impozáns csőrükről kapták a nevüket, és igen különleges a szaporodási szokásuk is, hiszen szaporodás után a hím konkrétan befalazza a tojót egy oduba, és ő nyújtja számára a költési időszakban és a fiúk a nevelés első hónapjában is a táplálékot. Naponta 24-28-szor ment a hímállat a tojóhoz, és etette őt, majd később a fiókákat is. Ilyenkor pontosan nem tudjuk, hogy mi történik az oduban. Az egyik kollégánk egy mobiltelefon segítségével lesett be az oduba, és ahogy megláttuk, hogy ebben az esztendőben sikeres volt a szaporulat, akkor hatalmas öröm volt ezt látni. Ezt meg is osztottuk egyébként a közösségi oldalunkon. De nem csak az ezüstös szarvcsőrű madár, de skarláti, biszek és koronás galambok is napvilágot láttak. Mindegyik madarat nagyon nehéz szaporítani, úgyhogy a madaras gondozók is kitették magukért ebben az esztendőben. Nagy volt a mozgás a Szabolcsi megye székhely és Európa állatkertjei között. Zsiráf költözött Nyíregyházáról Csehországba, Orszarvú Veszprémbe, Elefánt pedig Győrbe. A Sóstúzóba is számos új állat érkezett, némely közülük igen ritka, mint például az ecsetfülű disznó. A beruházások sem álltak meg, a Nyíregyházi Állatpark tavasszal az Indiaházzal indította a szezont, ahol többek között az indiai páncélos rinocérosz tenyész egyedei is láthatók. Bár nehezen indult a 2021 a Covid miatt, az évet mégis magas látogatószámmal zárták. A rendelkezések értelmében május 10-én nyitottuk meg újra a kapunkat. Egyre jobban érdeklődtek az emberek az állatparkunk iránt. Előtte sem volt eseménytelen az életünk, hiszen a Zoo TV-n és egyéb közösségi médiafelületek segítségével folyamatosan hírt adtunk az életünkről. De május 10-e után, ahogy kinyitottunk, elkezdtek eleinte szállingózni az emberek, aztán viszont rengetegen érkeztek hozzánk. Ilyen július és augusztus nem volt még az életünkben, és így az év végét 430 ezer vendéggel tudtuk zárni. A Modern Városok program keretében elkezdődött az Európában is egyedülálló állatbemutató építése, a Jégkorszak, amely több mint 2 hektáron mutatja majd be a sarkok élővilágát. Ide az első lakók 2022 őszén költözhetnek be.